Kedves nézők, ahogy a műsor elején ígértem, itt jön a desszert, a csokoládé. Mert hogy már annak is van világnapja, méghozzá július 11-én teszem hozzá állítólag, mert 1995-ben Franciaországban ez lett a csoki ünnepe, Amerikában viszont szeptember 13-án van. Máshol meg máskor. No de mióta is ismerjük a csokoládét? Maga a szó, a csokoládé, a 16. század óta használt indián nevéhez a sokolátlhoz hasonló hangzású névként került be a világ legtöbb nyelvébe, így a magyarba is. Amerikában az asztékok már jóval az európai hódítók előtt is itták a csokoládét. 1519-ben, amikor a spanyolok a mai Mexikó területére érkeztek, Montezuma sokolátlal kínálta korteszt. A maják birodalmában is fontos volt a kakaóbabot fizető eszközként is használták. Maga a kakaó neve is utal erre, a kakaó eredetileg egy ige, jelentése venni, cserélni, vásárolni. Akkoriban a kakaóbabot ledarálták, vízzel habosra keverték, összerázták, aztán megitták a keserű italt. Később már édesítették és mindenféle fűszerrel. Amikor pedig a majákat legyőzték az asztékok, a hadisarcot kakaóbabban kellett kifizetni. Európában a konquistádorok óta létezik ez az ital, ők hozták át Spanyolországba, ahonnan Ausztriai Annak Királyné 13. Lajos francia király felesége vitte Franciaországba. Érdekes, hogy 1569-ben 5. Pius pápa annyira kellemetlennek találta, az ital fogyasztását nem is tekintette a bőjt megszegésének a forró csokoládé második Károly uralkodása idején vált divatossá a 17. században Angliában. Az első csokoládét kínáló vendéglő, állítólag még ma is megvan Londonban, Chocolate House néven. Megnyílt 1657-ben, aztán megépült az első csokoládégyár is, méghozzá Bristolban. A Szilárd csokoládét 1842-ben kezdte árulni a Fry csokoládégyár a csokoládé szeletet 1847-ben találták fel, majd később tejjel kombinálták Svájcban, ahol aztán 1876-ban a Nestlé fivérek készítettek először tejcsokit. Hát aztán folyamatosan jöttek százával a különfélék, például a fehér, ami alika nevezhető csokoládérak, ugyanis nincs is benne kakaómassa. Szóval a csokoládét az egész világ megismerte, Casanova a szerelem elixírjének nevezte. Hódolt az élvezetnek Napóleon is, a botanikus Linné pedig az Istenek eledelének hívta. A későbbiekben aztán demokratizálódott a csoki, és már a polgárság, a nép is hozzájárulhatott. Így Magyarországon is, ahol először Palocsai György huszárszázados 1704-ben, amikor hazajött a háborúból, látta, hogy újfajta italok jelentek meg, köztük a csokoládé, amit akkoriban nálunk csak német sernek neveztek. Széchenyi István és Kossuth Lajos házi orvosa, Almási Balogh Pál 1831-ben írt a jótékony édességről. Budapesten két cukrász, Stümer Frigyes és Zserbó Emil hozott létre vállalkozást a 19. században, aztán sorra következtek a gyárak, egymás után a 20. században is hazánkban Szerencstől egészen Budapestig, ami pedig a hatást illeti. Jót tesz a szívnek és a vérkeringésnek. Gazdag ásványi anyagokban gyorsítja az agyműködést és javítja a közérzetet. Tehát csokira fel, persze csak módjában.